akkor hoztak innen mindenkit, gyár felső megállóhelyről. Nagyon szépen felették itt újítva, és ami miatt jöttem, az ott van a háttérben az ide kiállított gőzös, amit teljesen kivilágítottak. De, tehát fénygőzösünk is van, és nem csak Szegeden. Itt van egy gyönyörűen megcsinálták az állomást, itt van váróterem is. És én kivilágítottább, és hát nem neonfényes, mint régebben, de nem is az a hagyományos egyenkék mávos táblák vannak, hanem ilyen kivilágított, hogy sötétben is jól látszom, hogy hol van az ember, amikor csak a vonatból néz ki. És akkor, amit látjátok, van B+-szel parkoló is. Hát sajnos ez a régebbi fajta biciklitálló, amihez nem lehet rendesen odaláncolni a biciklit. Ezt el kéne már felejteni, ezek a fordító túlalakúakat kéne rakni mindenhol, ahol rendesen kerékkel és vázzal együtt oda lehet tetni, de legyen a kis időre, ameddig itt vagyok, jó lesz itt. Úgyhogy én is letettem a biciklit a tárolóba. És akkor megmutatom a gőzöst egyébként. Ez a gőzös volt a közlekedési múzeum épülete előtt, mármint a Városligetben a régi közlekedési múzeum, amit már lebontottak, és onnan szállították át ide. A gőzös elszállításánál is próbáltam videózni, megfotózni, hát akkor még nem nagyon volt ehhez megfelelő eszközöm, de azért igyekeztem. 2015-ben volt valamikor, 2015 nyarán, amíg arra is emlékszem. Egész délután ott baduszták, és este fele indult el. Tudjátok, még egy bujé 2022 felirat is van rajta, és még a sínszála is ki van világítva. Nagyon szép. Ezért megérte itt leszállni egyébként. Dabason is voltam egy másik videót forgatni, az nem tudom, hogy melyik fog előbb kijönni, ez majd kiderül. És hát ugye most nézzünk egyébként Lajosmizse fele, a 142-es vonal. Nem vagyunk még mindig. És erre fele van Pest-Szent Imre, és utána Pest-Szent Imre felső, ami már Budapest területe. És akkor még a Lajosmizsei vasútvonalat is láthatjátok eredeti állapotában. Itt valószínűleg a felújítás után már két vágány lesz. És így néz ki a másik oldalról. És ezúton kívánok én is mindenkinek boldog új évet. Ja, megérkezett egy 94 eljárat is. És akkor a másik oldalát is megmutatom a gőzösnek. Innen csak a bujék felirat hiányzik. És akkor ezzel a snittel búcsúzok is. Közben egyébként feltámadt a szél is. De sikerült minden oldalról megörökíteni a gőzöst. Én megyek tovább, nem várom itt meg, a vonatot elébe megyek. Pest-Szent Imre felsőjég egyébként sima ügy, mert 2 kilométerre van. Pest-Szent Imre még 2-re. Imre felső, még lehet, hogy Kispestig is eljutok. Eddig olyan jó idő volt, most egy hirtelen feltámadt a szél, és nagyon elkezdett hújni, de hát mindegy, megyek, ameddig tudok. Úgyhogy ennyi. Sziasztok!